Sziasztok! Az AIMA A70-es már a sokadik D-osztályú csíp erősítő, amit a csatornámon láthattok. Ebben egyébként van némi tudatosság is a részemről. Az olcsó és elfogadható a hanggal rendelkező hifi termékekre ugyanis elég nagy a kereslet, hiszen nem sokan engedhetnek meg maguknak egy sok millió forintos rendszert. Mindeközben érdekes volt azt is látni, hogy milyen sok fejlődésen ment keresztül ez a kategória, az AIMA A07-es óta, ami az első TPA 3255-ös IC köré épített erősítő volt a csatornámon. Legutóbb a foszi Audio V3-as tesztelése során jutottam arra a következtetésre, hogy ez a történet talán itt ki is lett maxolva. A V3 ugyanis kiavította az a 07 bizonyos tervezési problémáit, és javított az olyan műszaki paramétereken is, mint például a jelzaj viszony. És ezen a ponton azt gondoltam, hogy a TPA 3255-ösből most aztán mindent kifacsartak, ami csak lehetséges volt. Persze az ai -HIMA sem tétlenkedett, és csavart még egyet az áramköri dizájnon, amivel azt a bizonyos lécet fejebb tudta rakni, igaz azért talán még mindig maradt a dologban némi fejlesztési potenciál. Hogy pontosan mire is gondolok, az hamarosan kiderül. Ha esetleg még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor leköteleznétek vele, hogyha ezt most megtennétek, illetve amennyiben tetszik nektek a hozzáállásom a videóimban megjelenített témákkal kapcsolatban, akkor ennek a videónak végén azt is el fogom mondani, hogy hogyan tudjátok támogatni a munkámat. Az A70-es dobozában az erősítőn kívül némi dokumentációt, illetve azt a tápegységet találjuk, amivel az erősítőt megrendeltük, már ha egyáltalán rendeltünk hozzá tápot, mert ugye az erősítő anélkül is megvásárolható. Ha pedig úgy döntötök, hogy megveszitek a gyári gallium nitrid félvezetőkből felépített tápegységek egyikét is, akkor egy 48 volt 10 amperes, illetve egy 48 volt 5 amperes darab közül választhatok. Az én teszt példányom az utóbbi társaságában érkezett. Az erősítő háza ezúttal finom ívekkel lekerekített vertikális kialakítást kapott, és végre a megfelelő szellőzésről is gondoskodott a gyártó a doboz alján és oldalain található szellőzőrácsoknak köszönhetően. Az előlapon nincs más, mint három állapotjelző LED, illetve egy analóg hangerő szabályzó potméter, amelybe egy mikrokapcsolót is integráltak. Ennek a megnyomásával lehet az erősítőt be is kikapcsolni, illetve a bemenetek között váltani. Az erősítő az utoljára kiválasztott bemenetet kikapcsolás után is megjegyzi. Az általam gyakran kritizált kék ledek ezúttal szolidan derengenek át az előlabba fúrt apró lyukakon. A hátlapon felül egy szimmetrikus XLR bemenetet találhatok, amely 6,3 mm-es TRS csatlakozókat is képes fogadni. Ez alatt egy potmétert helyeztek el, amelyel a szubláda kimenete vágási frekvenciája állítható be 150 és 600 Hz között. Ennek a beállításnak nincs hatása a hangsugárzó kimenetekre, azok mindig megkapják a teljes frekvencia tartományt, ezért ha például a poltsugárzóitokat szeretnétek egy mélyládával tehermentesíteni, akkor erre a célra az A70-es nem lesz alkalmas. A poti mellett egy stereo RCA vonalbemenet található, végül pedig a mono szubláda kimenet. Van itt még egy tolókapcsoló is, amelyel az RCA bemenet előerősítését tudjátok 3 decibellel növelni, amennyiben erre szükség lenne mondjuk egy alacsony kimeneti jelszinten rendelkező forráseszköz esetén. A következő sorban egy szabvány 12 voltos trigger bemenetet találhatok, amely segítségével a forráseszközzel egy időben lehet az erősítőt bekapcsolni. Tehát például, ha egy olyan előerősítőt használtok, amelyen van trigger kimenet, akkor az előerősítő bekapcsolásával automatikusan az l 70 est is be tudjátok majd kapcsolni. A túloldalon egy szabvány DC táp bemenetet helyeztek el, majd végül a doboz alsó harmadában található meg a két pár multifunkciós hangsugárzó terminál. Az erősítő szétszedve az látható, hogy az iHima mérnökei jelentősen továbbfejlesztették a korábbi megoldásokat, és sokkal kiforottabb részletekkel találkozhattok, mint például korábban az A07 esetén. Látszik az, hogy itt most nem feltétlenül az volt a cél, hogy a világ legolcsóbb erősítőjét alkossák meg. A készülékházon belül két panelt találhattok. A felsőt a funkcióját figyelembe véve nevezhetjük előerősítő panelnek, amíg az alsót végerősítő panelnek. A jelútban mindenhol ELNA kondenzátorokat láthattok, a tápszűrésért pedig két darab 2200 mikroforádos Nippon Kemikon kondenzátor felel, amelyet alacsony ISR és hosszú élettartam jellemez. A termék oldal nicsikónokat említ, de az erősítőbe nem azok kerültek, és a termékfotókon sem tűnnek annak, de persze ezek is bőven jók, nem ezen múlik. A többi felület szerelt elkó pedig egy olyan kínai gyárból származik, ami mindenféle izó minősítéssel rendelkezik, szóval azokkal kapcsolatban is valószínűleg hosszú távon lehet majd tervezni. A TPA 3255-ös IC hűtés ezúttal nem lett a véletlenre bízva. Egyrészt ugye a ház végre nem teljesen zárt, és a Foszi V3-ashoz hasonlóan az Aihima mérnökei is a készülékházra csatornázzák a keletkező hőt. Ennek köszönhetően az A70-es háza határozottan melegszik, de ez ugye egy feature és nem egy bug. Érdemes még megemlíteni az erősítő kimenetén található LC szűrőt, amely TDK fóliakondenzátorokból és jó minőségű tekercsekből van megépítve. Ennek az erősítő topológiának ez az egyik legkritikusabb pontja a hangminőség szempontjából. Ehhez kapcsolódóan az erősítő egyik nagy dobása az úgynevezett post-filter feedback áramkör, amely egy fém árnyékoló kupak alatt kapott helyet. Ennek ahogy a nevében is benne van az a dolga, hogy segítségével az előbemített LC szűrő után keletkező hibákat javítsa. Egy ilyen visszacsatoló áramkör segítségével alacsonyabb kimeneti zajt érhetünk el, csökkenthető a torzítás mértéke, javítható az intermodulációs torzítás is, csökkenthető a kimeneti impedancia, valamint a frekvencia menetet is kevésbé fogja befolyásolni a hangsugárzó terhelő impedanciája és még az LC szűrő non-lineáris viselkedését is kompenzálhatjuk vele. Egyszerűbben megfogalmazva, azokat a problémákat lehet egy ilyen kiegészítő áramkörrel kiavítani, amelyek eddig ezeknek a D osztályú topológiáknak az Ahille színe volt, és a segítségével az AB osztályú erősítőkhöz hasonló hangminőség érhető el. Természetesen ahhoz, hogy ez ténylegesen megvalósuljon, a post-filter-feedback áramkörön kívül azért vannak más kritériumok is. A jelútban gyárilag oldalanként egy-egy NE 5532-es műveleti erősítő található, amelyek már önmagukban sem rosszak, de mivel azokat foglalatokba szerelték, ezért adja magát az Open Proling lehetősége is. Természetesen sok más kettős Open PC-vel is helyettesíthetőek ezek az alkatrészek. Ha pedig a falig szeretnétek tolni a biciklit, akkor választhatok teljesen diszkrét alkatrészekből megépített megoldásokat is, mint például a Burson Audio V7-es sorozatát, vagy akár a Sparkos Labs kettős művelet erősítőjét. A Burson Audio V7 éppen, hogy elfér a két panel között, illetve igazából hozzáír a felső panelhez, és el is tartja azt néhány milliméterre, de tapasztalataim szerint az A70-es ennek ellenére még mindig összeszerelhető úgy, hogy különösebben nem feszül semmi a házban. Viszont határozottan javaslom, hogy rakjatok egy kis kapton hőszalagot, oda, ahol a V7 a felső panelhez ér. Mivel a Staccato Audio Open még a burson is magasabbak, ezért azokat biztosan nem lehet ehhez az erősítőhöz használni. Ami viszont tényleg plug and play megoldásnak tűnik, az a Sparkos Labs műveleti erősítői. Nagyon kényelmesen beépíthetők, nem érnek hozzá semmihez, ahogyan ez a képen is látható. Persze a kettős Sparkos Open a képen látható egyszeresnél néhány milliméterrel azért magasabb, de látszik, hogy bőven el fog férni. Sajnos nekem csak egyszeres Sparkos opempek vannak kéznél, szóval kipróbálni, meghallgatni nem tudtam, de talán műszaki szempontból ezek tűnnek a legjobb választásnak az A70-eshez. A hangminőség objektív elemzéséhez érdemes elolvasni Amir blogpostját az audiosciencereview.com-on, de természetesen azoknak, akik osztiloszkóppal hallgatnak zenét, nagyon szívesen összefoglalom a lényeget. A lényeg pedig az, hogy a grafikonokról jól leolvasható, hogy a postfilter feedback áramkör implementálása részlegesen sikerült. Az XLR bemenetet használva ugyanis drámai javultak az erősítő egyes paraméterei. A Sinet tekintetében például akjufézeket, nadokat, denanakat, meg ehhez hasonlókat utasít maga mögé ez az erősítő, de az is igaz, hogy az RCA bemeneteket használva az A70-es bizony rosszabbul teljesít még a Foszi Audio V3-asnál is. Persze a különbség csupán 3-4 decibel a V3 javára, ami azért nem a világ vége, de a számok bizony makacs dolgok. Az XLR bemenetet használva mind a csatornáthallás, mind az intermodulációs torzítás, valamint a teljes harmonikus torzítás értéke is elég impozáns tartományokban mozog. Szóval a visszacsatoló áramkör hatása az eredeti A07-hez képest mindenképpen drámai, de csak és kizárólag az XLR bemenetet használva, az RCA bemeneten ez az erősítő semmivel nem jobb a konkurencia termékeinél. És akkor nézzük a szubjektív meghallgatást. Ezeknek a D osztályú erősítőknek továbbra is a legnagyobb erőssége az az igen precíz kontroll, amivel a mély tartományt feszesen tartják. Minden alkalommal meglepődöm rajta, hogy ez mennyire jól megy ezeknek a kis vasaknak. Az A70-es középtartománya is eléggé kiegyensúlyozottnak tűnik, és a magas tartomány továbbra is megfelelő arányban van jelen. De a linearitással és a transzparenciával korábban sem volt különösebb probléma. A középtartományra visszatérve talán egy kicsit szégyellősen adja elő magát az A70-es. Bár például a Candice Springs Talk to Me című számában az énekesnő hangjának kellő intimitás kölcsönöz, de talán a hangszerek egy kisé összemosódnak a térben, és a színpad kiterjedése is inkább a hangsugárzók közé korlátozódik. Viszont az XLR bemenet sokat segít a részletek kibontása és a kontrasztosabb képalkotás érdekében. Ellenben az RCA bemeneteket használva az A70-es és a Foszi Audio V3-as között semmilyen hallható különbség nincs. Tudom, hogy nem fér dolog egy ilyen budget erősítőt a kinkin mellé rakni, de ez esetben megtettem, és azért azt el kell mondanom, hogy nagyon határozottan hallani a kettő között a különbséget, de azért a kinki biztosan nem 15-ször jobb, mint ahogy azt a két erősítő között lévő árkülönbözet sugalná. Azt hiszem, ezt hívják a közgazdászok a csökkenő hozadék elvének, hát amin gyorsan túl kell tennünk magunkat, hogyha hifizésre adjuk a fejünket. Összefoglalva az AIMA A71 Szabad szemmel is jól látható evolúciós lépés az eredeti A07-hez képest. Az XLR bemenetét használva már képes megrángatni a bajszát a komolyabb versenyzőknek is. Az RCA bemenet esetén nem értem, hogy miért nem történt előrelépés, de még az is lehet, hogy a szimmetrikus jelátvitel többet számít, mint a fancy visszacsatoló áramkör. Minden esetre erre a kérdésre igazából az AIHIMA mérnökeinek kell majd választ találnia. Amennyiben ki tudjátok használni az XLR bemenetet, mert mondjuk van már egy szimmetrikus kimenettel rendelkező dakotok, akkor ez az erősítő a 190 dolláros, azaz majdnem 70 ezer forintos árát vastagon megéri a menő gallium nitrid tápjával egyetemben. Ha viszont nem tudjátok kihasználni az XLR bemenetben rejlő plusz potenciát, akkor fogtok találni ennél olcsóbb TPA 3255-ös IC-vel épített erősítőt. Ezt a darabot az iHima webshopjából rendelhetitek meg, 170 dolláros induló áron. A videóm leírásában található nem affiliate link segítségével. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon, vagy BuyMeACoffee-n. Ezeken felül közvetlenül a Youtube-on keresztül is küldhetnek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönet gomb segítségével. Most már csatorna is lehetőségetek van előfizetni, amely segítségével nem csak rendszeresen támogathatjátok a munkámat, de még bizonyos előnyökhöz is juthattok általa. Nem kell más tenetek, mint a videóm alatt található csatlakozás gombra kattintani, és kiválasztani, hogy havonta mekkora összeggel szeretnétek hozzájárulni a csatornám működéséhez. A kapcsolódó linkeket és információkat mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.